I believe that this conference will provide you a good opportunity. Úgy hiszem, hogy ez a konferencia remek alkalmat nyújt az e területen szerzett tapasztalatok kicserélésére, egyben kiváló lehetőség a szakembereknek és a madárvédelem iránt érdeklődőknek is. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek a kezdeményezésére, az ő szervezésébe jött létre. Mi vagyunk azok, akik a helyet adjuk nekik, és gyakorlatilag az egyik fő támogatói. Az az igazság, hogy nem csak a MAVI-nak, hanem természetvédelmi szervezeteknek, szakmai szervezeteknek, minisztériális szervezeteknek is nagyon jó működő kapcsolata van. Itt két részre bontanám, az egyik azok, akikkel már közös live programok voltak, vagy most van közös live program. Az osztrákokkal, szlovákokkal, csehekkel már hosszú évekre visszamenőleg vannak közös programjaink, hiszen az az igazság, hogy a madaraknak nincs országhatár, nincs meg az, hogy ez most a magyar, vagy pedig a szlovák, vagy az osztrák hálózatnak a problémája, hanem közösen kell gondolkoznunk, hiszen ők naponta átrepülnek Szlovákiába, és visszarepülnek Magyarországra. MAVI-ra tényleg most már évtizedekre visszanyúló együttműködésünk van, mert az elmúlt években úgy gondolom még aktívabbá és szorosabbá vált, és ennek kapcsán is nyílt az a lehetőség, hogy itt tartsuk ezt a konferenciát, aminek amellett szerintem, hogy ez mutatja a mi együttműködésünket, egy olyan szimbolikus jelentősége is lehet, hogy erről itt most Magyarország elektromos központjában, ha úgy tetszik, beszélünk erről a témáról. Próbáltunk meghívni minden országból képviselőket Európából, nem csak az Európai Unió, az unión kívüli országokból is, és most jelenleg olyan 30 országból sikerült végül résztvevőket elhívni, részben madárvédelemmel foglalkozókat, részben pedig az elektromos hálózatok üzemeltetésével foglalkozókat, illetve mérnököket és olyan cégeket, akik pedig avval foglalkoznak, hogy olyan alkalmazásokat fejlesztenek, amik a problémának a kezelésére az elektromos hálózatokon használhatók. Azt kell, hogy mondjam, példamutató úton jár, hiszen egészen a kezdetektől fogva aktívan támogatja ezt a munkát, már a legelső, tehát még az akadálymentes égbolt 2008-as aláírása előtt is jóval évtizedekkel megelőzve a MAVI-ral volt a Madártani Egyesületnek, illetve az Állami Természetvédelemnek olyan együttműködése, ami egyrészt hát elsősorban a Kerecsensólyom védelmi programmal, de az egyéb például a magas feszültségű vezetékek láthatóvá tételében, és így az ütközéses madárpusztulás elkerülésében hát példamutató volt, és hát aztán az akadálymentes égbolthoz való csatlakozás óta is olyan példákat látunk a MAVI részéről, ami nyugodtan lehet mondani, hogy nemzetközi szinten is magasra emeli a lécet más áramszolgáltatóknak. Kívánom, hogy kövessék a MAVI példáját ebben.